Sziasztok, én Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig a Project Playtime nevezetű játékkal fogunk játszani, amiről én semmit sem tudok, és direkt nem néztem utána, csupán annyit, hogy a Poppy Playtime-ot végigjátszottuk itt a Gameplay csatornámon közösen, és én rettentően éltem, na de most vajon akkor ez a folytatása lesz? Mert minthogyha azt olvastam volna, hogy ez egy multiplayer game. Vagy pedig csak van már benne multiplayer? Az előbb videón kívül megnyitottam, majd pedig rá egy másodpercre be is zártam, ugyanis egy ilyen kis felvezetővel indult, és arra gondoltam, hogy ezt is közösen kéne néznünk. Hát itt is vagyunk ismételten a játékgyárban, de itt mégis mi történt? Kik ezek az alakok? Nagy eséllyel akkor gondolom, elterjedhetett, hangosítok ugyanis baromira halk, hogy ebben a játékgyárban valami nem stimmel a játékokkal, hát erről beszélek! De fura, hogy ugyanolyan kezük van, mint ami a játék gyárban van. Hát vele nagyon-nagyon csúnyán végeztek. Aha! Hát itt is van az édes bosszú! A játékokkal nem lehet szórakozni. Küldhettek egy felderítő osztályt akkor a játékgyárba, hogy mégis mi van itt? De hát nagy eséllyel akkor nem élték túl. Vagy még sikeresen pont elmenekültek? Arra fele van a vasútállomás. Ott is van Mami Longlegs, de várjatok már! A Poppy Playtime végjátszásunk ott ért véget, hogy én ebbe a vonatba szálltam be, és Poppy eltérítette a vonatot és kisiklott. Mi az a zenélő doboz? Én ezt még nem láttam sohasem. De nem tetszik! Annyira éreztem, hogy valami ki fog jönni belőle, de remélhetőleg barátságos lesz. Aha. Hát, ezek szerint nem az. És már el is indul a vonat. De akkor ezek szerint ennek a vonatnak a segítségével ki lehet jutni? A játékgyárból? Meg ez most akkor a Poppy Playtime-unknak a folytatása? Vagy csak valami multiplayer játék? Meg annyi kérdés! Egyébként a játék itt is írja nekünk, még korai hozzáférés módban van, szóval bőven lehetnek még benne bugok, hibák, kifagyások, meg ilyen fincsiségek, szóval ezeket... Nézzük el! Most akkor, ha jól értelmezem... Tesó! Sárgába még nem is láttam! Az a baj, nem figyelek arra, hogy mit mond, mivel felfedezem itt a dolgokat, de hogyha jól értelmezem... Én egy olyan dolgozó vagyok most, mint akik az előbb elhullottak, és nekünk fel kell fedeznünk itt a játékgyárat. Meg is érkeztem a kis vonattal, de akkor nagy eséllyel, a vonat segítségével el is fogunk tudni innen menekülni. Az most a feladatunk, hogy három darab ilyen puzzle-t meg kell oldanunk, és akkor miután ez megvan, nagy eséllyel el is mehetünk innen, hát bízzátok csak rám, bal klikkel tudom a bal kezünket, jobb klikkel a jobbot használni, az R-rel hoppá hoppá, ilyen szerintem nem volt a játékban, tudok így gördülni, tudunk sprintelni, illetve tudunk még legugolni. Na várjatok már! Van kameraszögváltás? És ezek vagyunk?
De most mi konkrétan egy robottal vagyunk, ha jól látom. Ide tudok különböző játék részeket rakosgatni. Na de szerintem errefele kell nekünk tovább menni. Egyébként, hogyha tetszik nektek ez az egész videó, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot, és akkor bizony jönnek is még itt a Project Playtime-os részek. Hát most jelenleg nem tudom, hogy merre fele kéne tovább haladni. Hogyha pedig esetleg valaki nem iratkozott volna még fel, akkor mindenféleképpen kérlek tegye meg. Ugyanis pörgetjük itt a durvábbnál durvább gémeket. Hát itt van Poppy, mennyire kis barátságosan néz még itt ki. Jó! Hogy itt van egy ilyen! Meg egy ilyen! Meg egy ilyen! Szóval lesz itt nekünk szerintem három minigémünk, és hogyha ezeket teljesítjük, csak akkor fogunk tudni tovább haladni. Így de szívás volt ez amúgy a Poppy Playtime-ban is. Ugyanis brutálisan komoly memória kell ehhez, az egyszer biztos. De nézzétek meg felül, ott vannak különböző játék alkatrészek, szerintem majd azokat kell összeszednünk. De akkor ezzel kell kezdenünk? És szabadon választhatok, hogy mégis... These buttons are all gonna flash randomly to generate a code. Melyik játék? Aha. It'll settle on a code, which will flash three times in a row. Lesz majd nekünk itt egy kódunk, illetve ezek random fel fognak majd villanni. Aha. És akkor ebből én mégis mit kezdjek? Ne csináljátok! Hogy pontosan a legutolsó... szimbólumunkat... ki kell raknunk! Léci, legyél jó! Ott is van! De ez nekünk nem elég. Nem már. Hanem háromszor egymás után kell. Csí, ezekben nem vagyok jó. Itt lesznek problémák. De akkor ezzel most sikeresen végeztünk, és a háromból az egyik meg is van. Na, hát rám kell bízni. Van ám itt még egy ilyen. Hát itt bizony színes csövek vannak, oké. Meg van itt egy ilyen zenélős is. Egyik sem túlságosan szimpatikus, maradjunk. Annyiban. Na várjatok, most ez jön. Oké, de ezt most elkezdhetem? Ja, az előző nem volt elég ideig a kezem. Most összpontosítok, és inkább be se fejezem a mondatomat. Három olyan, egy zöld. Egy, kettő, három, egy. Jó, egy, kettő, három, zöld, ez. Oké? Három, zöld, lila, lila. Na várjál. Három, zöld, kettő. Egy, kettő, három, zöld, egy, kettő. Hoppá, hoppá, így kell ezt csinálni. Bár ez még nagy eséllyel. Csak a tutoriál, szóval ne örüljünk ugyanis, hogyha lesznek még ilyenek a játékban, tudja, hogy sokkal, de sokkal nehezebbek lesznek. Aha, nem volt először elég ideig rajta a kezem, és itt már elmondta, hogy mit kell csinálni, csak pont levettem a kezemet, legelőször. Most mindig vajon oda kell raknom, ami világít? Aha! Na, itt kaptunk mi egy játék alkatrészt, amit akkor gondolom, hogy ide fogunk tudni vinni. De ez brutálisan nagy játék lesz.
Csak nehogy megöljön minket a végén. Ott is van. Na de itt valami nekünk nem stimmel. Annyi mindenre kell egyszerűen figyelnünk itt. Most be kellett csuknom az ajtót? Vagy nem? Ja! Hogy ő bizony, ott van! Hú! Megúsztuk akkor. De most vajon, ha ez egy multiplayer game, lehetünk szörnyekkel, meg ilyen felfedező figurákkal, és akkor lehet, hogy majd egymás ellen kell harcolnunk meg minden? Hát mennyire gizda lenne az már? Na várjatok! Én ilyeneket már nyomtam, hoppá, hoppá! Így kell csinálni. Aha. Hogy ennek a gépnek a segítségével hozzuk létre a játékot, és ezt gyártja le, mivel már az összes alkatrészünk megvan, azzal az utolsó, amit most szereztünk, hogy ezt itt szépen lehúzzuk, így de lassan húzódik le. Persze, hogy keresztbe húzom amúgy. Simán túlságosan egyszerű lett volna, akkor le is fogjuk bizony. Mit csinálsz? Hogy menjek be ebbe? Ja, elvel. Itt már bujkálnunk kell meg minden? Nagyon, de nagyon multiplayernek tűnik ez ugyanis. Azt mutatja be! Hát de nem azt mondta, hogy kijöhetek? Hogy bizony, miket lehet itt csinálni? Akkor nagy eséllyel játékokat kell majd gyártanunk. És hogyha így meghalunk, akkor bekerülünk egy ilyen helyre. Hát ez tisztára olyan, mint a kodban a gulág, nem? Mennyire ötletes már? És mi komoly, hogyha kajakra csináltak ebből a gameből egy multiplayer? Hát nagyon multinak néz ki nekem ez. De itt valakit fel kell élesztenünk, amelyet így tudunk megtenni. Hoppá, hoppá, erről van szó! És mindenki ilyen robot lesz akkor. Hát lehettünk volna amúgy igazi emberek is, bár akkor sokkal, de sokkal parább lenne. Jó, mindjárt meg is lesz ám a játékunk. Aha. Hagyjál már! Tesó! Hát de hogyan meneküljek ki, amikor... Fú, te! Egy pillanatra eltűnt az a cucc. Rettentően élem. És így sokkal, de sokkal nagyobb flash, hogy játszottunk a Poppy Playtime-mal, és nem csak így random ide csöppenünk. Hamarosan érkezik is a vonat. Na, hogy beessek. De várjatok már! Ja! Hogy nem magától jön, hanem ennek a panelnek a segítségével mi tudjuk hívni. És lehet, hogy a szörnyek erről kapnak valami infót, hogy mi bizony hívtuk a vonatot, és akkor majd itt megjelennek és megpróbálnak minket elkapni, hogy nehogy ki tudjunk menekülni. Na de most... Már úton van a vonat, nem? Vonat! Én nagyon is várok rád, aha. Az a küldünk, hogy várjunk a vonatra. Csí, de lassan jön. Ha lennének szörnyek a közelben, ennyi idő alatt már egy csomószor megölhettek volna minket. De hát szerencsére nincsenek, és mi bizony. Meg is menekülünk, remélhetőleg. Jó, jó, felszállok. Nincs semmi baj. Itt vagyunk már a metrón. Így kell csinálni ezt. Aha.
És akkor ennyi lett volna a tutoriálunk. A többiek nagyon, de nagyon éhesek. A többiek éheznek. Kelj fel! Akkor nem ilyen egyszerű ez? Ja, most pedig a másik szemszögből láthatjuk a dolgokat, és most bizony egy játékgyári szörnyek vagyunk. Mert akkor jól gondoltam, spónolhatunk szörnyekként, meg ilyen játékbeli felfedezőként is. Hát őt bizony elkaptam. Nagyon is elkaptam, na de mi van ezzel? Itt a holttest, oké. Okay. Ja! Hogy a holttesteket mi tudjuk ide lerakni kb. A gulágba. És mi innen tudtuk. Feléleszteni felfedezőként az egyiket. De rendes, tudtam spónoltatni egy ilyet. És most ő is vajon támadja a felfedezőket, meg minden? Na de várjatok, nézzük meg ezt a másikat, és már megint tudok spónoltatni. Hát rendes hadseregem lesz. Na mi van veled? Te bizony nem fogod megoldani a rejtélyeket, és nem fogsz innen elmenekülni. Ez bizony a mi játékgyárunk. Sziopatába kell ezt tolni. Tudjátok, hogy megy ez. Na de, megfogom. És őt is ide rakom. És tudunk itt szabotálni is. A G-nek a segítségével. Ami, ha jól látom, 3 percenként. Aktív csupán. Bár nem értem, hogy most mégis a szabotálással mit tudtunk kezdeni. Lehet, hogy ezt a feladatmegoldó oszlopot tettük tönkre annyi időre? Még azért bőven vannak itt kérdések bennem. Meg bőven van felfedezni való dolgunk. Na de, még itt a játékgyárban nagyon is vannak emberek. És nekünk el kell kapnunk őket! Ráraktam egy ilyet. Vajon mit csinál vele? Nem öli meg, meg semmi? Ó, hogy a shift-tel tudok ilyet csinálni? Eléggé kicsinek tűnik egyébként a pálya, hogyha csupán ennyi, szóval szerintem nagyon pörgős játékmenetek lesznek itt. Na de most jók vagyunk? Vagy még nézzünk el ide is, hát ha lesznek még túlélők. Hát itt bárhogy nézem, nincsen senki. Hát de kedves játék, na föld alá raktam őket. Most mit kéne csinálnom? Ja, hogy folyamatosan vannak még ám itt emberek. De ők akkor egyáltalán nem tudnak bántani engem. Meg nem tudnak ellenem harcolni. Csupán a játék alkatrészeket tudják gyűjteni. Ja, hogy nem kaptam el. Elrontottam, én bénáztam. És hogy örülünk a fejüknek? Hát persze, hogy örülünk, ugyanis ők nagyon is elbuknak. És nem tudnak játékot készíteni. Hát persze, hogy nem tudnak. Ez a mi játékgyárunk. Na, és akkor ennyi volt a tutoriál, ugye? Aha! Mi komoly már? Lehet itt pénzt gyűjteni? Van karriermód a játékban? Meg akkor itt a multi része, ahol ezeket tudjuk csinálni, és van itt Battle Pass? Meg skinek? Áááá! Nagyon profi megcsinálták. Mit tudunk még itt? Személyre szabni a külsőnket.
Hoppá, hoppá! Illetve vannak még különböző perkjeink, amelyek segítségével sokkal több életünk lehet, hamarabb gyógyulhatunk, gyorsabban gondolkozhatunk, meg ilyenek. Meg lesznek itt emótjaink. Hát eléggé komplex amúgy a játék, és így gyűjtögetni kell majd meg minden. Meg lehet ám majd bőven taktikázgatni. Na de akkor ennyi is lett volna most ez a videónk, amelyben megnéztük a tutoriált, hogy vágjuk azért, hogy mégis mi lesz ez. Hát rettentően kíváncsi vagyok, hogy a karrier módban mégis mi történik ott, vajon folytatódik a Poppy Playtime-os történetünk, vagy ez az egész csak egy mellékszál lesz? De szerintem ez csak egy mellékszál, de hogyha szeretnétek, megnézhetjük majd akár a karrier módot, meg én rettentően kíváncsi vagyok a multi részére is, ugyanis játékgyáros szörnyekként mindenkit be kell majd darálnunk, hogyha szeretnétek, hogy hamarosan ránézzünk erre is, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot, ott van minden lent a leírásban, hogyha pedig esetleg még nem nyomtad volna be a csengőt, akkor kérlek tedd meg, én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben, addig is, szevasztok!